Már a nyíregyházi úszók idén már számos viadalon elindultak, a legjobbak számára kedden kezdődik az év eddigi legfontosabb versenye. A 126. országos bajnokság lehetőséget biztosít az Európa-bajnoki és az olimpiai kvalifikációs szintidők teljesítésére, igaz, az indulás is szintidőkhöz kötött. A nyíregyházi sportcentrum különítménye nem a legjobb előjelek után utazik a fővárosba. Sajnos a felkészülés ezt nem nevezhet ideálisnak, mert nagyon sok betegség és sérülés is volt sajnos ebben az időszakban. Én úgy gondolom, hogy a kiemelt versenyzőink, ugye a Hatházi Dóra távol marad, Amerikában nem jön haza, nagyon rossz időpontban van neki a verseny, viszont Amerikában majdnem napra azonosan egy Pro Tire Series-en indul, ahol megpróbál ő is 200 pillanat olyan időt úszni, hogy az EB keretben bekerülhessen, illetve hát az EB keretben benn van, ami jó hír, tehát a felnőtt Európa-bajnokságot még a olimpiai kvalifikációs időszakban rendezik Belgrádban az idén, tehát ott ő csapattag. Stankovics Anna ugye 50 méter gyorsan, 50 méter mellen igyekszik minél jobb időt úszni, és 50 gyorsan megpróbálkozik az olimpiai szinttel is. Stankovics Annán kívül még 6 nyíregyházi versenyző lesz ott a Duna Arénában, ahol az egyéni számuk mellett váltóban is megmérettetik magukat a sportcentrum úszói. Összesen 7 fővel nevezünk a versenyre, úgy terveztük, hogy a pénteki 4x200-as női gyorsváltóval, tehát váltót is nevezünk, illetve akinek egyéni szintjeik vannak, hiszen ez egy elég komoly szinten rendelkező verseny, azok tudnak indulni. 200 háton, 100 méter pillangón, 50 méter mellen lesznek indulóink, illetve a 4x200-as gyorsváltó, női gyorsváltó. Az előzetes nevezésekből kiderült, hogy a hosszú kihagyás után visszatérő Milák Kristóf hasszámban, a 6. olimpiáját megcélzó hosszú Katinka pedig 3 számban áll majd rajtkőre a bajnokságon. Mindenki indul, aki él és mozog. Persze vannak Amerikában távolmaradók, ők Amerikában próbálnak különböző kupákon, versenyeken, méteres medencében időt úszni, hiszen a jardos medencébe edzenek túlnyomó többségben. Én úgy gondolom, hogy mindenki rajthoz fog állni. Nagyon sok volt a klubváltás az évközben. Nagyon sokan, főleg a felnőtt mezőben klubot váltottak, edzőt váltottak. Ez rengeteg kérdőjelet vett föl. Mint a vezetőedző elmondta, ez egy olyan országos bajnokság lesz, amelyen most nem az érmek, hanem az idő eredmények a fontosabbak. Az olimpiai nevezési időszak június 30-án zárul, addig még az OB-n kívül is lesznek olyan hazai és nemzetközi versenyek, amelyeken lehet teljesíteni a kvalifikációs szintet.